Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Folytatódott a Királykúti Esték, Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész beszélgetés sorozata. Az érdeklődők ezúttal Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című elbeszélés füzéréről hallgathattak előadást. Pont ilyen formájában találkoztam én először Eötvös Károllyal. Eötvös Károly és Balatonja címmel irodalmi beszélgetést rendeztek a Királykút emlékházban. A rendezvény célja a könyv népszerűsítése volt, ami az 1900-ban írt Utazás a Balaton körül elbeszélés füzére, amit az 1800-as évek Magyarországát bemutató értékes forrásműveként tartanak számon. Az eseményen részt vett Praznovszky Mihály és Kállai Szilárd, a könyv kiadója is. Az est házigazdája Bakonyi István volt. Ez a mai este annak a sorozatnak a része, amelyben különböző köteteket mutatunk be a Királykút emlékházban. Az elég ritka, hogy klasszikus szerző kerül napirendre. Eötvös Károly a Balatonhoz fűződő írásai jelentek meg új kiadásban az elmúlt évben, és az is a lényeghez tartozik, hogy Eötvös Károly Fejér megyéhez oly sok szállal kötődő író volt a 19. század végén, a 20. század elején. Kállai Szilárd, a könyvkiadója, arról is mesélt, miként találkozott először az irodalmi műalkotással. Fiatalabb korában került a kezébe az olvasmány, és akkor jött rá, hogy az utolsó kiadás is már több mint 100 éves. A mű iránti rajongása azonban olyan erős volt, hogy önként vállalkozott a kötet újbóli kiadására. A Balaton és környékének kedvelője vagyok, és a családnak egy régi könyvespolcán akadtam rá erre a könyvre, és utána nagyon sokat olvastam fel ebből a könyvből, baráti összejöveteleken. Ez tényleg egy olyan történetek vannak benne, ami nagyon jól passzol egy nyári teraszon borozgatós társaságba. Erről és arról eszébe jut valami az emberek, és akkor nézd meg itt Eötvös, mit írt erről, és akkor felolvassa. És úgy történt utána a tovább haladása a történetnek, hogy egy barátom, aki ilyen vendégsége részt vett már párszor, neki szerettem volna venni ajándékba a könyvet, és így derült, hogy nincsen, akkor utána néztem, hogyan kell könyvet kiadni, mert akartam, hogy ez legyen ez a könyv újra. És akkor Praznovszky Mihály irodalomtörténészén ismeretem, hogy megkerestem, aki a korszak szakértője, és ő támogatott ebben a könyvkiadásban szakmailag. És az akkora siker lett, hogy a félve ráállított pénzünkből kiadott könyv egy hónap alatt elfogyott, és utána újra kellett nyomni újra és újra, és azóta is ez aktuális, keresik, és veszik. Sok különféle bibliofil, válogatás, egyszerűsített mindenféle kiadások megjelentek azóta ebből a könyvből, és én nagyon örülök ennek, hogy egy ilyen Eötvös reneszánszt tudtam indítani ezzel az újrakiadással. Praznovszky Mihály irodalomtörténész szintén nagy rajongója Eötvös Károly munkásságának, és célja, hogy a művész örökségét tovább népszerűsítsék. Annak idején a teljes kortárs magyar irodalom Mikszáttal az élen rajongva üdvözölte Eötvöst, mert visszahozta a mesét az irodalomba, amit Mikszát megtartott Jókai mellett. Tehát amit ő mond, az egy árnyas, édes, bús mesék története. És vidám mesék története, szerepelnek benne betyárok, szerepelnek benne színházépítők, szerepelnek 48-as hőszök, szerepel benne Széchenyi, balatoni hajózás, kisfaludi, mindenki ott van, tehát az ember találkozik a nemzeti múltjával, és miközben egy kicsit kedve támad, nosztalgia támad, hogy de jó korszak volt az, de szép korszak volt, mert tudjuk, hogy nem teljesen igaz, de Eötvös megszépíti a történelmet és elmeséli, és ma ez nagyon fontos. Az Utazás a Balaton körül egy anekdota gyűjtemény, történelem és úti könyv is egyben. Kállai Szilárd szavaival élve, olvasása olyan, mintha egy kedves, bőbeszédű, sokat látott öreg barátunkat hallgatnánk hajnalba nyúló borozgatás közben a lugas vagy a borospince asztalánál. A jövőben Székesfehérvárt gazdagítja Jankovics Marcell Trianon című kiállításának anyaga. Az adományozó okiratot a záró eseményen a művész ünnepélyes keretek között adta át Brájer Éva alpolgármesternek. Finisszás címmel Jankovics Marcell Trianon kiállításának ünnepélyes záró eseményére várták a fehérvári közönséget a Szent István Király Múzeum Csók István képtárába. Az est pódium beszélgetésén a Kossuth Díjas grafikus művész beszélgető partnere, Látrányi Viktória, a Fehérvár Média Centrum hírigazgatója volt. A személyes érintettség az segít. Az ember tudja, hogy nekem közön van a dologhoz, persze az áldozat oldaláról nézve, akkor könnyebb lesz, mert számon kérhetik, hogy miért pont úgy csináltam, ahogy csináltam ezt a munkát, de
Hát elmondom, mert az egyszerűbb. Szóval van bennem szlovák vér, van bennem örmény vér, van bennem székely, van bennem horvát, van bennem lengyel és szlovák, mellett még osztrák is. Tehát én ilyen nemzetek Magyarországaként látom a hazámat, az egykori történelmi Magyarországot, ami nem egy nemzeté volt, de mindenki hungarus volt ebben a történetben, és ezt én ennek a szép szabdalását úgy tekintem, mint ami mindenkinek rosszul jött. Lehetséges, hogy egy rövid távon, tehát egy-két nemzedék idejére a nemzeti önállóság megszületése az fontos lehetett ennek, annak, amannak a népnek, de ez így együtt olyan szerves egység volt, földrajzi, biológiai, természeti értelemben elmesélnek egy történetet. Kivételesen fontos, és volt alkalman végigkísérni a beszélgetések során is. Szakály Sándorral például arról váltottunk szót, hogy meglepően sok fiatal nézi ezt a kiállítást, hála Istennek teszem hozzá, és azok az üzenetek, amelyeket a határon túli fiatalok megfogalmaztak, teljes egészében előrevetítik, hogy végre most már van, aki komolyan veszi ezt az egész történetet, akár a Mohácsi vésztől a 2011 néhány esztendőkig. Igen, ez egy számomra is nagy élmény volt olvasni ezeket a leveleket. A bölcs gyermekek írják ezeket zömmel, 14 éven aluliak talán a többségükben, és mégis olyan bölcsesség jön tőlük, ami tanulságos lehet az olyan öregeknek, mint nekem, akik ugye ebből inkább csak a szenvedés részét érik át. Szóval erő van bennük, jövőbe vetett hit van bennük, és nem egyszerűen reménykedés, meg valami isteni csodavárás, hanem az, hogy ami eredményt produkálnak. Én viszonylag sűrűn járok Székelyföldön, és látom, hogy mennyi energia van bennük, és hogy milyen fantasztikusan emelkedtek föl egy nagyon mély pontról. Magyarország soha nem volt olyan mélyen, mint Székelyföld, mondjuk a Ceausescu idejét tekintve. És ennek ellenére előbbre járnak szinte, legalábbis önbizalom és eredményesség, munkakedv, jövőkép szempontjából biztos. Jankovics Marcell kézen fogja a látogatót, és végigvezeti a Mohácsi vésztől Trianonig, és közben rámutat, hogy szembe kell nézni önmagunkkal. Alkotásai segítenek abban is, hogy megértsük és újraértelmezzük nemzeti jövőképünket, s képesek legyünk a nemzet határokon átívelő egyesítésével végérvényesen meghaladni Trianont. Nagyon hálás vagyok, elsősorban ez az első szó, ami eszembe jut, mert végig kísérhettem a valóban a kiállítás nulladik, illetve mínusz egyedik fázisától, a megszületéstől, az, ahogy felépült ez a kiállítótér, az installáció, hogy elkészült Tóth Norbertnek, hogy ebbe a programba ilyen szorosan belevonta a Fehérvár Média Centrumot, hiszen a kezdetektől együttműködő partnerként dolgoztunk a kurátorral, illetve hát a Szent István Király Múzeummal. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas dolog egy olyan maradandó, friss és nagyon is kortárs tárlatot végigkísérni, amely szerintem mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseket hoz közel hozzánk érthető módon, kortárs nyelvezettel. Úgyhogy én a háláról beszélnék mindenképpen, meg hát a megtiszteltetésről, mert hát Jankovics Marcellal dolgozni, én azt gondolom, hogy hatalmas nagy megtiszteltetés nekem és a stáb minden tagjának. A csaknem 200 képből álló sorozat, amely a török időktől máig ívelve idézi meg a magyar történelem tragikus időit, annak szereplőit, a fehérvári tárlatot követően országjáró körútra indul, majd ezt követően Jankovics Marcell döntésének megfelelően a koronázó várost gazdagítja, amelyről az okiratot ünnepélyes keretek között Brájer Éva alpolgármester vehette át. Képletesen a város nevében nagy tisztelettel megköszönöm ezt a bizalmat. Az utolsó napja van a Trianon kiállításnak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy művész úr megtisztelte a várost, és Tóth Norbert kurátor pedig megrendezte ezt a nagyon érdekes, szomorú témájú, de sokféle gondolatot fölvető kiállítást, és annak én külön örülök, hiszen minden, ami fájdalom, az persze gyásszal jár, de a gyász után, egy idő után el kell tudnunk engedni a fájdalmunkat, mert különben nincs tovább létezésünk, és annak nagyon örülök, hogy egy nagyon friss és kortárs szemlélettel közelítette meg ezt a témát. Úgyhogy most sajnos a kiállítás bezárul.
ünnepélyes keretek között átveszem művész úrtól a kiállítás anyagát, ami természetesen Magyarországon is és határon túl is láthat majd az elkövetkezendő években a közönség, hiszen vándorútra indul, és aztán majd nyilván hazaérkezik. A művész régóta keresett Trianon el nem múló sebének okait és következményeit. Tóth Norbert, a tárlat kurátora, az értékválasztás biztonságát és bátorságát, az elszánást, az igaz ügybe vetett hit forrásának és a nemzeti gondolkodás örökérvényű igazságainak példaértékű ábrázolásában látja a tárlat sikerének alapját. Mindenképp nagy köszönetet kell mondanunk Székesfehérvárnak, illetve a Szent István Király Múzeumnak, mert fantasztikus lehetőséget biztosítottak ezzel, és magának a városnak is, illetve a látogatóknak, mert hatalmas siker, rengetegen jöttek a kiállításra. Mi annyit tudtunk tenni, elsősorban Marcel, hogy a neveket, a tetteket, az arcokat kiszögeztük ide a falakra. Nekünk, mint a kis szűkebb közösség vagy a nemzet tagjainak a dolga most már csak annyiból áll, hogy ezt értékeljük és átgondoljuk a múlt történéseit. Akik elkövették a bűnöket, azok bűnbánatot gyakoroljanak, hogy azt követően lehessen bűnbocsánat, mert ha van lesz bűnbocsánat, akkor lesz együttműködés és egy közös jövő a Kárpát-medencében mindannyiunk számára. 2020. június 4-e nagyon fontos dátum lesz. Azt hiszem, hogy méltó módon képviseli azt a mementót, ami 1526-tól egészen a 2010-es évek közepéig tart ezen a tárlaton. És külön örülünk Székesfehérvárnak, hogy ez Székesfehérvárra került. Hogy jött a döntés, illetve ez valamiféle üzenet is Fehérvár felé? Hát Székesfehérvár egy nagyon fontos város, mint a koronázó város a magyarság történetében. Én azt gondolom, a legjobb helyre került ez a kiállítás. Innen áradhat ki ez a gondolat, amely előrébb viszi a közösséget. A finisszázson a Csók István képtárat zsúfolásig megtöltő közönség a beszélgetést követően megtekinthette a Fehérvár Médiacentrum filmjét a kiállítás felépítésének pillanatairól, illetve, hogy a látogatók miként vélekednek nemzeti sorstragédiánkról, a Jankovics Marcel, a horizontálisan, körkörös, vertikálisan, háromosztatú téninstalláció, több rétegű szimbólumrendszer. Farsangi operaparádéval búcsúztatta el a telet a Vox Mirabilis Kamarakórus a Szent István Művelődési Házban. Az esten fellépett Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekes és tanítványa Zemlényi Eszter is. Kikelet, ez volt a hívó gondolata a Vox Mirabilis meghívásának. A Zemlényi Katica vezette kamarakórus a Szent István Művelődési Házban varázslatos estével ajándékozta meg a klasszikus zene rajongóit. A Farsangi Opera Parádén fellépett a Liszt Ferenc díjas kiváló és érdemes művész Kertesi Ingrid és tanítványa a kortárs énekművészet fénylő székesfehérvári csillaga Zemlényi Eszter is.
Téri Tamás zongoraművész kíséretében. Legszívesebben egy ilyen estén mindent megmutatnánk, hogy mit tudunk, és mit tud Kertesi Ingrid és Zemlényi Eszter, valamint Kéri Tamás zongoraművész is, mert olyan programot szeretnénk összeállítani ilyenkor, hogy megmutassuk ezeknek a művészeknek a legmagasabb szintjüket. Ugyanakkor szórakoztatni szeretnénk a közönséget, hiszen ez egy farsangi opera parádé, ahol a Vox Mirabilis kamarakórus is nem csak vegyes kari felállásban, hanem női kari és férfi kari felállásban is fog énekelni. Olyan darabokat vettünk elő, amit eddig még nem énekeltünk. Az első, ahol járunk, farsang tájékán, ugyanolyan játékos lesz, mint ahogy megszokhattuk a magas szint mellett? Igen, szeretnénk magas művészetet mutatni a nézőknek és a hallgatóknak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy farsang idején nagyon fontos, hogy egy kicsit vidámabb, kedvesebb, játékosabb formában adjuk elő ezeket a darabokat. Nagyon fontos számunkra, hogy például kotta nélkül énekeljünk nagyon sok mindent, és ez nem kis energiát követel a kórustagoktól. Kertesi Ingrid egyszer úgy fogalmazott, mindig arra törekedtem, hogy hangszerként szólaljon meg a hangom. A vágyfülű opera kedvelők megerősíthetik, ezen az estén a dal legtisztább, legtörékenyebb szférájában nyertek bebocsátást általa. A felkérést azért is fogadtam el a legmelegebb szívvel, mert egy nagyon kedves növendékemmel fogok énekelni, Zemlényi Eszterrel, aki úgy tudom, hogy itt született Fehérváron, és nagyon-nagyon-nagyon muzikális, gyönyörű szép hangja van, nagyon tehetséges, és most együtt is fogunk énekelni, duettet is fogunk, és hát nekem ez egy nagy öröm, hogy azt visszahallom, amit próbálok vele, hogy a legtermészetesebben, gyönyörűen, szabadon szóljon a fantasztikusan szép hangja. Tehát nekem ez egy külön öröm, hogy a növendékem elé énekelek ezen kívül. Fehérváron mindig szerettem énekelni, egy időben itt tanítottam is a Hermann konzervatóriumban jó pár éve, úgyhogy nagyon boldogan jöttem. Paráde egy nagyívű játék. Ugyanakkor olyan dalok csendülnek majd fel, amelyek azt hiszem, hogy az opera irodalom veretes dalai közé tartoznak. Szándékos volt ez a válogatás? Az Árdi Télbácsó, tehát a csók, az tulajdonképpen tényleg egy nagyon vidám, virtuóz ária, nem opera ária, de tulajdonképpen egy nagyon virtuóz olasz dal, olyan nehézségű, tényleg, mint a legnehezebb opera ária, és farsanghoz méltó hangulatú. Ugyanakkor a Verdi-Szicili versenyéből az Elena ária, az meg egy tényleg egy komoly, ugyancsak virtuóz, komoly, nagyon szép ária, amit nagyon szeretek énekelni, és hát a duett, a Mozart grófnős Susan duett, amikor én mindig Susant énekeltem, most azért fogok grófnőt, mert hát a növendékem énekelje akar Susant, úgyhogy muszáj is egy picit belelesnem a kottába, mert ez először fogom énekelni. Tehát szerint, és az Eszter is gyönyörű dolgok, gyönyörű áriákat énekel, kórus is nagyon szépen felkészült, szép puhán szól, hallottam a próbán,
Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy szép este lesz, és közönség szeretetére számítunk. Fischer Anni ösztöndíjas Zemlényi Eszter ismét bizonyította, hogy a Krisztus király plébániáról indulva olyan egyedülálló tehetség és kiérlelt tudás birtokában építheti fel itthoni és nemzetközi karrierjét, amire büszke lehet mindenki, aki végig kísérte és segítette ki teljesedését. Hihetetlenül izgalmas ez a mai este nekem, mert először fogok duettet énekelni a mesteremmel, Kertes Ingriddel, és ez egy hatalmas megtiszteltetés nekem. El kell, hogy mondjam, hogy ki direkt erre az estére megtanulta a grófné Susan duettnek, Mozart Figaro házasságából a grófné szerepét, a grófné énekelni valóját, azért, hogy mi együtt tudjunk énekelni, és ez azért nagy öröm nekem, mert ő egész életében Susant énekelt, ez az egyik nagy szerepe, amit színpadra állított a világ sok pontján, és most direkt erre az estére kicsit az én kedvemért is cseréltünk. Én leszek Susan, és ő lesz grófnő. És ezekkel a gondolatokkal indulok neki ennek az estének. Egy áriát hoztam erre az estre, Linda di Chamonix áriáját, és hát a főszereplő az az én mesterem lesz, akinek nagyon örülök, hogy itt tud lenni, és hogy egy koncerten tudunk énekelni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Megfogalmazott mélységek és magasságok estjén egyszerre jelent meg a farsangot búcsúztató játékos könnyedség és a tavasz köszöntő áhítat borzongató tisztasága. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!